következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, november 10-én csütörtökön ez a Millás reggeli, még pedig 6 óra 31 perckor, egész pontos időt szerettem volna mondani. A stúdióban Kántor Endre és Várkonyi Gábor. Jó reggelt mindenkinek, rövid, de tartalmas alvás után. Mert mi történt? Valamikor éjfél után kidobott a melegfront az ágyból? Az egész hét ilyen szerintem. Hullámvasút. Meg teli hold, meg mit tudom én. Hát tehát, figyelj. Ilyen durva dolgok vannak, amik így az ember élettani hatásait. A holdkórosoknak az nagyon rossz. Ugye? De ehhez képest itt vagyok, is bírok beszélni. Még. Ez az első... Mire kapsz egy kis tortát? Na a torta az biztos, ugye? Hogy kinyírna. Miért? Az azonnal. Nem? A cukor nem? Alvás. Alvás? Hát olyan az nem alvás lesz. Belőle, alvás hogy... nem lesz. Torta maximum. Öröm lenne nézni. Réka nap van. Innen szeretném üzenni a kedves hallgatóinknak, például az Édesvárosnak, hogy minket nem lehet lekenyerezni. Letortázni lehet. De egyébként lehet sajnos, úgyhogy úgy tűnik. Nagyon szépen köszönjük. Ezt a csillogó szemet látnátok, amit Kántor Endre produkál itt. De az a helyzet, hogy én tényleg tehát nem szoktam reggel tortát enni én sem, de ez most véletlenül így sikerült. Viszont nincs itt az Ács Gábor, aki egyszer megevett egy egészet? Igen, amíg mi bent beszéltünk a stúdióban, ő addig elfogyasztotta a háromnegyedét annak a tortának, amit hoztak nekünk. Ha nem mondanád, hogy ki volt ez, ugye? Közületek, akkor is tudná mindenki, igen, hogy ki volt ez, igen, közületek. Igen, nem véletlenül kapta azt a becenevet akkor, hogy a gyomor. Ács a gyomor, Gábor. Na jó, mindegy. Szóval névnapok, térjünk át. Kedves Rékák, nagyon boldog névnapot szeretnénk nektek kívánni. Tietek a fő névnap ma. Vannak még Andrások. A nímfák. Andrások is van. Igen, ez érdekes, hogy most van egy András nap. Hanyatszor az évben? Hát de figyelj, meg is nézem, hogy hány András nap van. Addig annyit tudunk mondani. Azt mondja, hogy névnapok csak július 7-én, november 30-án, november 10-én, május 21-én és február 4-én van András nap, így lehet válogatni. Na, ugye felejtsük. Élesen elváltak az Endréktől, így mert van. Annak idején, amikor én még András voltam, akkor képzeld el, hogy képzeld el, hogy András voltam, mert az Endre napot csak és András tényleg? Napon lehetett ünnepelni. Nem volt külön Endre nap. Zseni. Na, hát akkor ráhibáztam. Voltál te András is. Voltam, úgyhogy... És Endrének vallottad magad, ez vagy van. Fordítva. De aztán ugye ez végülis a rokonnevek, úgyhogy a, ahogy az André a Bandi is. Például, az mind a kettőnek lehet a beceneve. Andrew, az is van ilyen, úgyhogy... Na, kik vannak még? A Virginia? Ariel. Ugye? Florentina, Justus, Mátka. Rustem? Hát ez, figyelj, zseniális napok. Rustem és Delinke. Na hát, megint minden reggel sikerül. Vannak olyan napok, melyeket nem választanék gyermekemnek, de lehet, hogy... Delinke? És a Rustem? Ahhoz, azt mondtam, az... Figyelj, az... Férfi név a Rustem, ha esetleg nem tudtad volna, perzsa eredetű. Ezt összeraktam magamtól. Jelentése... A Delinkében azért nem vagy jelentése teljesen biztos. Jelentése vidéki. Úgyhogy... Jó, én ezt vállalnám. Ez egy eufemizmus szerintem arra, hogy paraszt, de ne, mostantól lehet... No, mostantól... Figyelj, miért? Nem.
Nem, eleve nem szeretem, hogy bármifajta negatív konnotáció. Ez nem negatív. Hozzá, de hogy egyébként a köztudatban ezt a szót nem arra használják, nem a nemes értelmében használják, sajnos. Nem tudod, mert az úgy van, hogy nekem egy mezőgazdaságban tevékenykedő barátom elmondta, hogy háromféle paraszt van, valaki születésétől fogva, valaki foglalkozásánál, valaki pedig viselkedése miatt. Tehát most utóbbi az, amire te gondolsz, a másik kettő természetesen nem negatív. Na, akkor... Események? Jaj, hát ezek közül vannak nagyon érdekesek. El ne felejtsük, természetesen a McDonald's magyar étterem, vagy hát magyar biztos éttermének első kialakításáról szóló szerződéssel kezdjük időben visszafelé. És utána a régi Posta utcában meg is nyílt az egység, ahol kígyózó sorok voltak. Kígyók kígyóztak. Néha, hogyha az ember szeretett volna magának venni egy Adidas tornacipőt, akkor beállta az Adidas sorba, és elért odáig a McDonald's sor. Úgyhogy majd szerintem utána jött a felismerés valakiben, aki a sorban állt, és ott elnézett egy üres kirakatot, hogy miért nem csinálunk ide egy magyar gyorséttermet útközben, hogy akik sorban állnak, azok esetleg véletlenül betérjenek oda. Így nyílt meg a Budapest Grill, ami ugye az is ott volt. Uh-huh. A sorban állók nézedődtek egy kicsit, és akkor azt mondták, hogy na jó. Jó, nyilván ez csak fél igazság, amit mondtam, de kb. Egy időben nyíltak ezek, úgyhogy 1986-ról beszélünk. Na, és visszafelé még 3 évet menve. Hát az az MS-DOS. Kiadja Windows-t. Bizonyám. Gondolkodott egy kicsit Bill Gates, ugye a neve a Gates, és akkor innen jött a Windows, már egy lépés volt. Mi lehetne még esetleg az alma mellett, ami egy híres zeneipari dologra hajaz? Milyen jó kitalálta ezt az almát ez a másik cég, akkor mi legyen a nevünk? Hát ott van a Doors, meg az én nevem is Gates, akkor legyen Windows. És akkor összerakták. Adta magát. Egyébként írják, hogy City Grill, és én is így emlékeztem. Igaza van, City Grill volt valóban, nem Budapest Grill. City Grill, City igazuk Grill van. Csak gyorsan. Ez megvan, a Budapest Grill, én gondolkoztam. Nem, City Grill volt. Teljesen rosszul mondtam így hirtelen reggel. Úgyhogy angol, igen. Angol lapok szalagcímmel tudatják, hogy a Beatles nem turnézik tovább volt. Mindez 1966-ban. Azt csak azért mondom, mert ugye azért érdekes, nem, hogy 1962-től 1966-ig nem sok év vezetett, de az alatt, hogyha megnézed, hogy változtak meg a Beatles tagjai. És nem, akkor még nem volt ilyen gyors az élet. Nem volt ilyen gyors, és elképesztő fejlődésen mentek keresztül, úgyhogy nagyon érdekes, hogy 1966-ban már ezt írták, úgyhogy izgalmas. Na és most kivételesen, teljesen visszafelé menve. 1871, ahogy ezt Rejtő Jenő is megírta, Henry Morton Stanley félre söpört valami bozótot, és azt mondta, hogy Dr. Livingstone, ugyebár. Hogy aki van? Aki elveszett annak idején, 2 éve eltűnt misszionárius felfedező David Livingstone, akkor találta meg Stanley doktor, úgyhogy... Na, és fontos napok más országok történelmében és életében Mustafa Kemal Atatürk török államfő emléknapja Törökországban. Bizonyám. A halála napján. Ezt hát biztos, hogy megünneplik. Neki sokat köszönhetnek, bár éppen szerintem jelenleg egy olyan kúzus van Törökországban, ahol azokat az erényeket és fejlődés alapjait éppen számolgatják fölfelé, ami hát Kemal Atatürknek köszönhetnek. Izgi szitu van, az biztos. Na jó, nézzük a híres születésnaposokat. William Hogarth, angol festő, grafikus, a modern karikaturisták előfutára. Ő egyébként az angol nemzeti festészet megalapítója egy személyben, született többek között ma. 1892-ben Brücklerné Budai Ella, akiről lesz még szó NOPQ rovatunkban, kicsit ilyen mesél a múltas NOPQ rovatunkban, hiszen az ő nem csak üzletasszony volt és mesterszakács és könyvíró, gasztronómiai író, hanem egy ikon, akiből sokkal több is lehetett volna, ha a rendszer nem nyomja el, de ennek ellenére szakácskönyvei azok ott voltak a kötelező tananyag között az akiskolákban többek között, úgyhogy róla majd megemlékezünk. Öveges József. Igen, 1895-ben született ezen napon Öveges József, Kossuth Díjas magyar fizikus, tanár, televíziós személyiség. Hát szerintem őt még azok is ismerik, akik jóval-jóval később születtek, mert hogy tényleg egy olyan legendája van, hogy visszanézed. Az biztos, és róla beszélgettünk Mesél a múlt rovatunkban, ha már ezt így megemlítettem. Piarista szerzetes volt egyébként ő, és pap is, Öveges József, erről szerintem sokan nem tudnak. Sir Richard Burton, angol színész, 1984-ben halt meg, eléggé fiatalon, 58 évesen.
ha más nem, a kémek a sasfészekben az kötelező. Hát de sok minden más is, csak nekem az a kedvencem ezek között. Vagy pedig most egy nagy klasszikus felmerült az interneteken. Olvastam egy cikket valamelyik ilyen... Az interweben. Az interweben, igen, valamelyik ilyen játékos, ilyen kulturális fórumon, vagy ilyen újságban, ahol azért mentem rá, mert tetszenek nekem is ezek a lejterjakabok, amikor rosszul fordítanak le egy filmcímet, és hogy összeszedték a 10 legrosszabb fordítást, amik között ott volt a Nem félünk a farkastól. És teljesen kikelt magából a cikk írója, hogy hát ez hogy lehetett ilyen bénán lefordítani, mert az eredeti címe az a Who's Afraid of Virginia Woolf, és hogy ez miért lett a Nem félünk a farkastól. Ezzel természetesen bebizonyította, hogy fogalma nincsen a híres Albi drámáról. Lehetett volna még durvább is, hogy miért nem félünk a szűzfarkastól, és akkor úgy lett volna az igazi. De hogy ez egy jó fordítása volt Albert Jánosnak köszönhetően. Sir Richard Burton volt egyébként a filmváltozatban, és azt érdemes is megnézni, meg elolvasni, nagyon jó színdarabról van szó. Ennio Morricone is ma született 1928-ban. Hiányzik ő nekünk szerintem. Óriási filmzenéket köszönhetünk neki. És Roy Scheider, amerikai színész, aki többek között a Cápa című film, de hát a francia kapcsolatban is óriási. Ennyire régen meghalt, mert ezt nem gondoltam bizony volna. Úgyhogy... Na, a napot elmondtuk. Akkor zenéljünk egyet. Zenéljünk, így van. A jó öreg King... hát hogy is mondják ezt, egy hittérítőnek, aki járja az amerikai, főleg déli államokat, és különböző ilyen szeánszokat tart nagy színpadokon, zenével, mindennel, gospel muzsikával, az öreg Kingnek a fia, akit mindig elcipelt magával, mindig ott a zenészekkel bratyizott, megtanították egy kicsit gitározni, énekelni, hát és látszik, hogy a tehetsége az megvolt hozzá, elképesztő lemezeket produkál Marcus King mostanában. A legújabb kislemezén 2 feldolgozás szerepel, ez az egyik. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy